Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt a szép tavaszban olyan természetes az, hogy a lelkünk derűs, vidám, az arcunkon mosoly van. Természet ellenes a fordítotja, hogyha szépen süt a nap és nyílnak körülöttünk a virágok, és ha ilyenkor úgy búskomorak lennénk, akkor az, annak valami oka van biztosan. A nyíló természet, az öldülő virágzó rét, természetszerűleg vidámságra, derűre és mosolyra serkent bennünket. De milyen az igazi mosoly? Itt nem az udvarias mosolyról, hanem az igazi mosolyról van szó, hogy amikor holtfáradtan késő este ágyba dőlsz, elalszol és mosolyogsz, ez az a mosoly. Amikor a télben megdermett, pirosra duzzadt és fehérfoltosra fagyott kezedet meleg ruhába rakhatod, és mosolyogsz, ez az igazi mosoly. Amikor az éj sötétje elszáll, és valahol messze, mint egy rubintal díszített virágkosár, fölemelkedik a nap a hegyek között, és mosolyogsz rá, ez igazi mosoly. És amikor találkozol egy szomorú emberrel, szomorú emberrel pedig mindig lehet találkozni, és ha rámosolyogsz, és a testvériség őszinte nyíltságával teszed ezt, akkor az a szomorú ember visszamosolyog rád, és ez a két tiszta, fájdalmas mosoly, ez igazi mosoly. Amikor tavasz van, és az élet felmosolyog, fűben, fában, napfényben, hegyek hátán és tengerek síkján, benned, az emberek szívében, a mosolygó életnek ez a mosolya igazi mosoly és amikor kereszthordozásod közben a sziklás földet nézett tompultan, elcsigázottan vándorolsz, de hirtelen fölemeled a fejed, és Jézus arca van előtted, és ő rád mosolyog, te meg visszamosolyogsz, ez igazi mosoly. És amikor a halál, az élet testvére, kicsit sápattan ugyan a sok úttól és munkától, amelyet minden nap végeznie kell, eléd áll, és összemosolyogtok. Ez a csendes, megértő és könnyű mosoly, igazi mosoly. És amikor majd elkísér a halál oda, ahová mindig vágytál, és idősebb testvéreid az üdvözültek, azok, akiket név szerint is számon tartasz, és akikkel csendes imáid idején annyiszor elbeszélgettél, mint jó ismerősök az élet diadalának hó tiszta ártatlanságával, és Isten sugárzó örömével feléd mosolyognak, mert hogy nem sokára hazatérsz, ez lesz az igazi mosoly. És amikor az Isten sok próba és gyötrelem, sok mosoly és köny után a föld és a tisztító tűz purgatóriumán átküldött, és egyszer mégis soká színe elé bocsát, rád mosolyogsz, rád mosolyog, és te visszamosolyogsz, ez lesz a mosolyok mosolya, az igazi mosoly.